Mintha egy tanyasi udvarban lennének a gyerekek, pedig iskolában vannak, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc tagintézményében. Másfél éve merült fel elsőként az állatsimogató létrehozásának gondolata, majd az ötletet tett követte, és egy éve létrejött a különleges udvar. Azóta az iskolába járó gyermekek folyamatosan gondozzák a házi állatokat, amelyeket a Nyíregyházi Állatpark kölcsönzött az intézménynek, mondta 35 perc című műsorunkban Rusznyák László tagintézmény vezető. Ezek az állatok minden nap, hétvégén mindig minden nap törődést igényelnek, és hát minden nap adnak olyan nagyon fantasztikus interakciókat is a gyerekeknek, amit mondjuk egy alkalmi látogatással nem tudnának megtenni. Hogy a mi gyerekeink azok, hogyha kell, megfejnek egy kecskét is, ha szeretnék, de összeszedik a tojásokat is, hogyha szükséges, tehát ezekre is megtanítjuk őket, hogy igazából ez egy az állatokkal kapcsolatos fenntarthatóság, ez egy nagyon fontos dolog. Az állatsimogató annyira népszerű, hogy már nem beiskolázási, hanem sokkal inkább túljelentkezési problémákkal kell az intézménynek szembenézni. Az elmúlt hetekben kiderült, nem csak a diákok és a szülők, hanem a szakma is elismeri az ott zajló környezeti nevelő munkát, hiszen megkapták az Állatvédő Iskola 2022 címet. Ez egy országos elismerés, három iskola kaphatja meg az egész országban, és ugye mi még elsőként tudtunk ezen a pályázaton indulni, van, aki már hogy 3 éve létezik ez a pályázat, tovább hamarabb is el tudott indulni, de mi szinte berubbantunk ebbe az országos élvonalba ezzel az állatokkal kapcsolatos állatvédő, állatsegítő, úgymond intézmények közé, úgyhogy ez egy nagyon nagy elismerés, amit az Állatorvosi Tudomány Egyetemen rektor úrtól, Soutonyi úrtól vettünk el, professzor úrtól, úgyhogy ez óriási megtiszteltetés, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőség a későbbi kibontakoztatásra, és olyan elismerés, amit ők már ott látnak, hogy tényleg érdemes ezt a munkát folytatni, meg érdemes volt eddig is megtenni azokat a nagyon fontos alapozó lépéseket, erőn felül vállalt hétvégi munkákat, amik tényleg ez egy igazi elismerés számunkra. Eredményeikről és programjaikról közösségi oldalaikon is beszámolnak. Most azt tervezik, hogy ha lehetőségük nyílik rá, bővítik az állatsimogató területét és a benne élők létszámát is.